Legmélyebb alázatos tiszteletem, Hohenems grófnő. Legmélyebb tiszteletem, Hohenems grófnő. Papagáj, papagáj! Na jól van. Harangoztak. Kitűnő. Akkor még van idő. Papagáj! Majdnem a földig hajol. Legmélyebb alázatos tiszteletem, Hohenems grófnő. Valóban nem tudja, ki vagyok. Vagy megjátsza magát. Bezzeg a rendőrfőnök. Fenséges asszony, szíveskedjék elfogadni védelmünket a saját érdekében. Ígérem, észesen fogja venni az embereimet, de mindannyiunk számára megnyugtató volna, ha alázatos kérésem meghallgatásra találna, Dánkes sőn, rendőrfőnök úr. Köszönöm, de nem kérek a védelmükből. Nem, nem. Gyűlölöm, ha folyton figyelnek, őriznek. Mi vagyok én, birka a mezőn? Vigyázni kell rá, mert jön a farkas. Nyilván elmondta a papagáj úrnak, ki vagyok. Persze, hogy elmondta. Ferenc rajtam tartja a fél szemét. Hol van Erzsébet? Hol van a feleségem? Ne neked inkognitó, nem nő. Tizenkét óra, nem. Nem, nem ebédelünk, nem eszünk. Ígyunk egy teát? Nem. Senkit sem akarok látni. Oh, milyen szép ajándékokat vettem. Az én drága kis unokáim. Remélem örülni fognak. Egy kislány minden új babának örül. Vajon megvan még az én bubám valahol? A Szofi örökölte. Ó, te szerencsétlen húgocskám. Te drága, drága szerencsétlen. Mikor is indul a hajó? Nem sietünk, Sisi. Lángzám, langzám! Fél kettő. Talán később, majd szólnak, pontosan indul. Még egy császárnit se vár meg. A kapitány nem tudja, hogy ki vagyok. Gondolom. A svájciak pontosak. Svájc. Pompázó hegygerincek, órák pontos armada. Armada, hogy is van, hogy is van. Órák pontos armada. Csak ne fenyegetne minket, királygyilkos fajzata. Ej, hey, ha de jó verseket írtál valamikor, Sziszi. Ki tudta? Senki. Ez van. Majd meg tudjátok, milyen nagy költő voltam. Majd meg tudják, ha már nem leszek. Le a kesztyűkkel, Sisi. Utálom ezt a kesztyűt. Miért utálod? Mit tudom én? Valami oka csak van. Nincs oka. Vagy van. Oka, oka, oka. Miért kell mindenen gyötrődni, mindennek az okát keresni? Utálom ezt a kesztyűt, és kész. De vajon miért, fenséges asszony? Nem tudom. De hogy nem tudod? Jó, akkor meg nem akarok tudni róla. Van ilyen. Jaj, megint begörcsölt. Te nyomorult láb. Hol a papucsom? Az ördögbe elteszik, folyton elteszik ez a mániákus rendrakási kényszer. Szortíren, szortíren, Deutsche Krungrichleit. Oka, oka. Nem kell mindennek az okát keresni. Szeretem, mert szeretem, utálom, mert utálom. Az ok, az ok, mint a föld mélyén a forró láva, fortyog, sistereg ég, de fönt, fönt a felszínen göröngyös út, zöld fű, folyó, csend, nyugalom, mint a odalent semmi sem volna. Aztán hirtelen megmozdulnak a falak, leng a lámpa, reng a föld, kitör a vulkán. Rajtunk múlik, nem rajtunk múlik. Nem mindig rajtunk múlik. Nem kell mindennek az okát keresni. Félsz, hogy megtalálod, mint sziszi. -szi? Ó, a kezem, ó, Istenem, hol az én szép kezem. Látom, nem akarsz a dolgok mélyére ásni. Képzeld, momentán nem akarok a dolgok mélyére ásni. Mert az túl messzire vezetne. Igen, de daszisz Encu, vejtesz feld, túl messzire vezetne gyávának tetszik lenni fenség. Ha ezt kimondanám, és valaki hallaná, Wiener megörült megőrült a császárni, de Kaiserin is verrückt, vorden, megőrült Wiener Zeitung. Bécsben bezeg örülnének, tudtuk, tudtuk, sose volt normális. Ez az, Na kesztyű. Hát persze, Maritól kaptam, Maritól a kis kígyótól. A nevét sem akarom hallani. Ő vitte oda Rudolfnak azt a lányt, azt a szerencsétlent. Ő mutatta be a kis vecserát. Már bárónő, a kígyó. Mindegy, a kesztyű nem tehet róla. Nyugalom, Sziszi, ne légy ideges. Süt a nap, szép az idő, szeptember, megyünk hajókázni. Hajó, hullámzó víz, Sirályok, sirályok, sirály vagyok én is. Milyen kevés kell a boldogsághoz? Hát nem. Napsugár, zöld lombok, víz, hullámok, hajó a tavon. Na ja, a föld mélye meg dübörög. Uh, utálom a tükröket. Minden tükröt be kéne tiltani. Hogy nézel ki, sziszély? Ki vagy te? Ki vagy, öreg asszony? Nem sóhajtunk, könnyünk se csordul, mosolygunk mi több, nevetünk, nem árulkodik a titokról, keserű ráncunk, tört szemünk. Miért nem tudtam én ilyen verset írni? Mi volt a titkod, édes Henrikem? Ó, hejne, helyne, drága mesterem, mi volt a titkod? Nem sóhajtunk, könnyünk se csordul, mosolygunk, mi több nevetünk. Nem árulkodik a titokról keserű ráncunk, tört szemünk. Hogy nézek ki? Sárgák a fogait, sziszi. Nem sárgák, nénikém, de sárgák, jobban kell mosni. Mosom, nénikém, jobban kell. Beleszólt az életembe, bemászott az ágyunkba, belenyúlt a számba. Hagyjuk, elment. Elment. Akkor miért van itt? Guten Abend főhercegnő, Guten Morgen nénikém. Igen, igen. Na persze. Mindenki itt van, aki elment. Ezt fel kellene érni. Elfelejtem. Amíg élek, mindenki itt van. Akár jó volt hozzám, akár rossz. Kedves, gonosz. Mindegy. Itt van, itt van, itt vannak. Maga is nénikém. Ó, ön is, gróf úr, kedves. Ilona, Miksa, édes testvéreink, ti is. Szofi, bocsáss meg. És persze te is. Te jó, te édes kisfiam, Rudolf. Na, hagyjatok magamra, kérem, kérem egy kicsit, egy kicsit. Hoppá! A császárni megőrült, wiener Zeitung, wiener Zeitung. Az a baj. Nehéz a lelkünket kitárni, az a baj. Még magunk előtt is nehéz. Másnak, ha, szinte lehetetlen. Legrejtettebb titkainkról vallani, a fájdalmainkról beszélni. Lehet, hogy. Meghallgatni még nehezebb. Aki meghallgat, tükörbe néz. A tükör a másik ember. A mi tükrünk a másik ember. Én a saját magam őszinte tükre akartam lenni mindig. Ezért is írtam naplót. Ah, hogy nézek ki? Ez nem is az én arcom. Ez nem is az én arcom. Ho, ho, madám! Ki maga? Hogy kerül ide? Csak nem akar megölni? Ah, gyilkos, gyilkos! Takarodjon a szobámból, vagy hívom a személyzetet! Segítség! De hiszen ez csak egy álarc butus. Hát persze. A farsangnak vége, Sisi. Vedd le a maszkot. Maszkról a maszkot. Szakítsd le, tépd le. Nem, nem. Ez nem állarc, barátom. Nem állarc. Te bolond, szeretnéd visszakapni a régi szép pofikádat, mi? Hol vagy, tündér királynő? Titánia! Hol vagy? Hol vagy, Sisi? Hol? Hol? Ugye, ugye, fenséges asszony? Hányszor megmondtam. Időben kell meghalni. Időben kellett volna. Te gyáva! Rudolf bezzeg. Ő megtette. Nézd rám, kisfiam. Nézd anyádra. Nézd, mi vélettem. Megérdemlem. Mindent megérdemlünk, ami az életben velünk történik. És ami megtörtént, azt a meg nem történté tenni lehetetlen. Ugye, mesterem? Te tudtad? A hajad olyan fekete, a ruhád oly fehér. Az ifjúság ígérete az élettel felér. Ó, csal az ember élete, ki tudja, mi nem ér. Ruhád is lesz még fekete, hajad is lesz fehér. A hajam? Amíg van festék? Soha. Jaj, a lábam, a lábam az ördögbe. Minden egyszerre kaput. Ó, dehogy, Napról napra, hónapról hónapra, évről évre. Látod a hús romlását, és harcolsz ellene. Kenik, gyúrják, masszírozzák. Micsoda küzdelem! És minek? Miért? Miért nem engeded, hogy a természet elvégezze a dolgát? Erősebbnek hiszed magad az élő mindenségnél? Erősebbnek is tennél? Hol vagy, te éfiulány, te bársonyos, sima bőrű? Hol vagy te, férfiak csodálatának tárgya? Hol vagy te, kőkemény test, darás derék? Hmm, erről írhatnék egy verset. Hol vagy, fehér sirály? Hmm. Hol vagy, fehér sirály? Hová repültél? Ah, már ez sem megy. Tényleg, be kéne fejezni. Olyan unalmas. Hmm... Hogy néz ki a nyelvem? Borzalmas lehet, ami ott belül van. De itt kívül, kívül az alakom, még majdnem olyan, mint hát pláne fűzőben. És hogy ruhat akarja. Igenis olyan. A kis kígyó, Laris Maris, azt írta a naplójába. <laughs> Azt hitte, el lehet rejteni előlem egy naplót. A császárné elől. Azt írta, hogy térdre borulva imádja saját szépségét, akár egy pogány az isteneit. Tökéletes testének megpillantása, esztétikai élvezet a számára. Ó, igen, az volt, élvezet. Na és? Én legalább szerettem a testemet. A legtöbb nő utálja. Jaj, a mellem, kicsi, nagy, lóg, a hasam, Pocakos, ah ez pocak! Ó, a bőröm, mi feszes volt valaha, ma meg, és a lábam, csupa szőr, bla 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 bla. Én sem vagyok más. Nem voltam más. Sőt, a legszebb akartam lenni, a legszebb asszony Európában, de legalábbis a legszebb császárni. Hál' Istennek nem voltak sokan. Ó, oh, milyen jó leülni! Levenni a cipőt! Kis örömök! Pihenjünk egy kicsit, fenség! Milyen kevesen ismerik a nyugalom örömét? Sietni, sietni! Én beszélek! Siettem egy életen át. Ezek a svájciak? Ezek tudják, mi az igazi nyugalom? Kívül belül. Mindig mondtam, a köztársaság jó gondolat. Oh, talán még a lábam se fájna. A birodalomban mindenki fél. Félnek lent, félnek fent. A lentiek a fentiektől, a fentiek a lentiektől. Fordélyos félelem igazgat. Hm, ezt le kellene írni. Mének? Kinek? A svájciok nyugodtak lelkük, életük egyensúlyban, ezért olyan pontosak, mint az órájuk. Bezzeg a magyarok. Megszületnek, tiktak, 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 felnőnek, tiktak, tiktak, aztán meghalnak. Tik. Jaj, a lábam! Jaj, 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 jaj elég volt. Elég azonnal abba hagyni. Donner Vetter, mit mondtam? Nem fájhatsz, megtiltom. A fene este belé... Te... Jaj, jó, jó, az ne. lám, lám, fenséges asszony. Millióknak parancsolhatsz, de egy fájó lábnak soha. Milyen pimas volt ez a holland doktor. Faragatlan ott rombatuskó. Ha nem hagyja abba az esztelen étkezési szokásait, fenséges asszony, két éven belül öreg asszony lesz. Tetszik érteni, kérem, és a lába a fenség. Nem a mászkálástól fáj. Hogy beszélt velem? Nem érdekelte, ki vagyok, és én hagytam. Én, akit megvető pillantással illetni sem lehet. Hagytam, hogy bírágasson, parancsolgasson a goromba. Fagyok órát abba adni, sokat pihenni, enni. Igen. Sőt, Tetszett a módora, kiabált, mint apa. Fenség! Hallom, ön megállás nélkül túrázik egész nap, jön-megy. Ez igaz? Fenség! A nők lába nem csak mászkálásra való. A nők arra is való, hogy időnként széttegyék. Értik kérem? És ha időnként nem teszik szét, fájni kezd nekik mindenhol. Itt, ott, fent, lent. A testbosszúja, Fenség! A testbosszúja? bosszúja. Lehet. Van már vagy 30 éve, hogy széttetted, fenség. Nem hiányzott. Vagyis, de most már mindegy. Ami nem történt meg, barátom, azt megtörténté tenni lehetetlen. Na ez is jó, fel kellene írni. Ó, apa. Te kiabálhattál velem, Egzecíroztattál, szittál, büntettél. Bár büntetnél ma is. Hol vagy? Hol vagy? Megidézlek. Jelenj meg! Szervusz, apikám. De jó látni. Emlékszel, mikor franciául tanultam? Ott volt Mösszi, a meg anya. Bonjour, monsieur, sissi ugrásmozgás, elég a franciából, megyünk vadászni. Mire, anya, legyen szíves, Max, hagyja tanulni a gyereket. Minek? Ő akkor is hercegnő, ha nem tud franciául. Ha majd férjhez megy, úgysem franciául kell tudnia, hanem... Ki ne mondja? Úristen, Max, maga megőrült. Még jó, hogy a gyerek nem érti. Ahogy maga téved, drágám. Je t'aime, mon amour. Moi, a ce monsieur. Na látja, drágám, tud franciául. C'est ez elég, gyerünk, sziszi, emeld a segged. Ha, apa kimondta, emeld a segged. Ilyen volt. Elég volt a tanulásból, emeld a segged. De jó kimondani. Azért jó, mert nem illik? Mert nem szabad. Apa, drága. Néha rettenetes voltál. De azért szerettelek. Hol vagy? Hol voltál, amikor szükségem volt rád? Miért engedted, hogy megtörténjen, ami megtörtént? Ismertél, megakadályozhattad volna. A hiszi, hagyd abba az örökös siránkozást. Nem hagyom. Fáj. És most már örökké fájni fog. A napló megőrizte. A napló elmondja. Igen. Possenhofen, 1853. szeptember 3. szombat. Le akartam menni a tóhoz. Szóltam Ilonának, hogy jöjjön velem. Azt mondta, nem ér rá. A szoba ajtaját se nyitotta ki. Tudtam, hogy ez lesz. Úgy tudtam. Tehetek én róla, hogy a császár engem választott? Nem őt. Én nem is akartam islőbe menni, csak apa helyet kellett. Többször kértem Ilonát, nyissa ki az ajtót, nem nyitotta. Mondtam, beszélnünk kell. Azt válaszolta, nem ér rá. A hangja hideg volt és reket meg fátyolos. Nem szokott olyan lenni. Biztosan egész éjszaka Áltam az ajtó előtt, aztán lementem a tóhoz a rejtek helyünkre, és ott sírdogáltam. Gékel jött. Nem kérdezte, miért sírok. Drága öcsikém tudta. Tehetek én róla? Talán én választottam magamat? Vagy mondjak nemet? Anya szerint Ausztria császárát az ember nem kusarazza ki. És ha megteszem, talán Ilonát venné el? Ó, nem. Biztos, hogy nem, és őrült elviselhetetlen botrány tör neki. Micsoda botrány. Bementünk ebédelni. Hiába mostam arcot, apa látta, hogy sírtam. Anya azt mondta, biztosan az örömtől. Ennyire ismer. Fogalma sincs rólam. Lehet, hogy szeret a maga módján. Szeret, de nem ért. Vagy talán megért, de ő se tud mit mondani, csak azt, hogy Ausztria császárát az ember nem kosarazza ki. Ilona nem jött ebédelni. Azt üzente rossz a gyomra. Anya felküldte neki a tálat. Délután megint bekopogtam hozzá. Kinyitotta az ajtót, behívott. Hozzá se nyúlt az ételhez, úgy tudtam. És nem látszott, hogy sírt. Ő ebben is ügyesebb. Bocsánatot kértem tőle, én zokogtam, ő vigasztalt. Drága édes nővérkém, drága, drága, én nagyon sajnálom. Jaj, Ferenc! Miért nem őt választottad? Szebb volt, okosabb volt, egy felnőtt nő. Miért engem láttál meg, te szerencsétlen? Nem tudtad, Anyád megmondta, a császár nem házasodhat szerelemből. Mit egy császár, egy herceg, egy gróf se ész nélkül menni a, a, az izénk után. Pardon, te, te vaksi férfi, belém szerettél, mint a villámcsapás, a szerelem csele, a nagy csapda. Belestél, barátom. Rossz volt Ilonának, rossz volt a birodalomnak, rossz volt a nénikémnek, és végül is rossz volt nekem. Meg a gyerekeinknek is rossz volt később. Akkor kinek volt jó? Neked? Ja, a szerelmesnek. Legalábbis egy darabig. Na, oh, Sziszi, te bolond. Még mindig ezen jár az eszed. Mi lett volna, ha? Hogy lett volna, ha? Nagyon romantikus. Szerelem egy pillanatra. Miért választod ezt, és nem azt? Két egyforma alma közül, tíz egyforma alma közül, száz egyforma almából, miért éppen azt? Azt az egyet választod. Ó, oh, oh, nagy isten, te, aki mindent látsz, mindent látsz. Tudósok mikroszkoppal besurrannak az anyag mélyére. Még annál is van kisebb, még annál is, annál is. A szemnek láthatatlan. Távcsövekkel befurakodnak a csillagok közé, még messzebb, még messzebb. Ott is van egy csillag, még ott is, ott is, majd mögötte még egy, amit már nem láthat emberi szem, már mindent tudsz. Mindent az anyagról, a világról, de arról, hogy miért szeretsz bele valakibe, hogy miért szeretsz bele valakibe, és éppen abba, akibe... Erről nem tudsz semmit. Semmit. Ember. Nem tudsz te semmit. Vagy nem is kell tudni? Igen. Jobb, ha bizonyos dolgokat nem tudunk. Hány óra? nem kell már indulni. Szisz, ilyen, fel a csontos. Na, apa kimondta volna. Seggedet. De hol a kalapom? Hmm, akkor még nem volt kalapom. A hajam volt a kalapom. A koronám. Hmm, talán a hajomba szereted bele? Anyám! Sajnálom, de nem Ilonát veszem feleségül. Erzsébetet veszem feleségül. Bocsásson meg! Szerelmes vagyok. Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Dö -dö 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 -dö. Tudja, grófnő, megpillantá azt a kis fruskát is, el volt varázsolva. Ó, valóban, nem tudom, mit látott benne, még szinte gyerek, gyerek! Ó, oh, váhonő, férfiak, már bocsánat, hogy a császához is így nyilatkozom. Gondolja, hogy ő is, mint a többi? Ja, kérem, jól lakott disznó is fősmakkal álmodik. Persze, akkor sem értem. Ilona százszor szebb és vonzóbb volt, mint én. Én biztosan őt választottam volna. Azt hiszem, a felnőtt férfi képzeletét az ártatlannak tetsző, elragadó, édesen pajkos, csacsogó kislányú gyújtják fel. Pillangó, pillangó, ott repül, de szép, én is pillangó akarok lenni. Na ja, a férfiak ettől a csacsogó röpködéstől rögtön átváltoznak lepkefogó hálóvá. Puff, megvagy! Nők, asszonyok, megéritek a pénzeteket. Velem együtt. Férfiak, még hogy az erősebb nem. Nem erősebb, csak erősködő. Mert gyenge, hát mutatnia kell az erőt. Erőt erőszakossággal, mert megteheti. Még az én fiam is. Ha nász éjszakán ráront a feleségére, borjú az anyjának. Hol is van, hol is van... A menyem írta a testvérének, Ferenc persze megmutatta. Nem másoltam be. De, itt van. Ezt írja a Nász éjszakájáról egy nő. Micsoda éjszaka? Micsoda éjszaka? Micsoda kén? Micsoda undor? Semmiről nem volt fogalmam. Ártatlan gyermekként vezettek az oltár elé. Azt hittem, meghalok a csalódottságtól. És az a férfi, aki ezt az éjszakát. A nász éjszakát pokollá tette egy nőnek. Az én egyetlen drága fiacskám volt. Az én fiam. Rudolf. Miért kell mindig felidézni? Miért kell mindig kínozni magam? Lélegezz mélyeket. Lélegezzünk mélyeket. Hány óra? Még nem kell indulni? Nem, majd szólnak legmélyebb alázatos tiszteletem, grófnő, a papagáj. Pontosan tudja, ki vagyok. Hohenems grófnő, hohenems grófnő. Na persze, az én kis inkognitó játékaim. Nem kellett volna Genfbe jönni fenség. Berzevici gróf megmondta, Genf veszélyes, tele van anárhistákkal. Ki akarna megölni egy öreg asszonyt? Engem már megcsókolni sem akar senki, nem, úgy megölni. Vigyáztatok volna rám akkor, amikor a buta kislányra feltették a koronát. Azt se tudtam, hogyan kell tartani a fejem. Így, így, hogy így. Ha. Zsófia nagynéném meg egzecíroztatott. Erre már megtaníthattátok volna, Ludovika. Hidd el, Zsófia, tanítottuk, tanítottuk. Más tanítani és más megtanítani. Tudom, hogy kell tartani a fejem, édesnénikém, hidd el, tudom, nem tudod, Sisi. És mások előtt már nem vagyok az édes édesnénikéd. Főherceg asszony, igen, és magázol. Igen, főherceg néniké, ö, izé, asszony, értem, már nem a nénikém vagy. Ludovika! Sisi, viselkednél, Zsófia természetesen most is a néniké, de most már úgy kell szólítani mások előtt, hogy főherceg asszony, mert a császár édesanyja. Eddig nem az volt? Ludovika! Sziszé, ez szemtelenség. Kérj bocsánatot. Bocsánatot kérek. Főherceg asszony. Főherceg asszony. Kész csók. Kész csók. Nem mondod. Csinálod. De mama, egy császárné nem csókol kezet. Ebben igaza van Sziszinek Ludovika. Ha császárné lesz, akkor mások előtt nem kell majd nekem kezet csókolnia. Na, milyen tanulékony vagyok. Mostantól senkinek se csókolok kezet. Mindenki nekem csókol. Istenem, Istenem, Ilona, sose követettel volna ilyen hibákat. Ez van. Itt kit vettél Ferenc? Ilonát? Nem, engem. schuldigung. A csermely halkan zúgott, hol útja völgyre nyílt, Ős mélyén pisztránk úszott, úgy surrán, mint a nyíl. Hopp! Ezt megfogjuk, megfogjuk, megsütjük, megsütjük, megesszük, ham, ham! De finom a sziszike! Vajon... Vajon Ferenc valóban szeretett? Vagy csak szerelmes volt? Szerelem, szeretet, az bizony nem egy barátom, nem ugyanaz. Ha szerelmes vagyok, én vagyok a fontos. Ha szeretek valakit, akkor ő a fontos. Ha szerelmes vagyok, birtokolni akarok, birtokolni akarom őt egészen. Ha szeretek valakit, akkor ő a fontos. Akár a saját vágyaim, érdekeim ellenére is. Ő, ő a fontos. És ha el akar hagyni, és én szeretettel szeretem, nem engem akarsz. Őt szereted, azt a másikat. Hát menj, szeresd, légy boldog, legyen egy jó. Wiener Zeitung, a császárné megőrült. Ferencnek én voltam a fontos. Akkor miért nem segített, mikor szükségem volt rá? Mindenről tudott, ami a monarchiában történt. Ha egy tiszt párbajban megült egy másikat, tudta, ha leégett egy kastély, tudta. Ha szitták Pesten, és persze mindig szitták, azt tudta. Talán nem tudott gyilkos vitáinkról a jó mamájával. Na nem már! Fenséges asszony, hogy szolgál a kedves egészsége? Ennek örülök. Kérem, a, a gyermekeimet szeretném látni. Nem holnap, fenséges asszony. Ma, ma szeretném látni. Most! Nem tarthatja őket magánál. Ön a gyermekeim nagyanyja, igen, de az édesanyjuk én vagyok. Én is tudom, mit kell tennem a gyermekeimmel. Miért ne tudnám? Én szültem őket. Kérem, fenséges asszonyom, kérem, kérem. Mihez vagyok fiatal? Húsz éves vagyok. Akkor tizenkilenc, nem mindegy. Ön szülte őket. Én szültem őket, és én is akarom nevelni. Nem tarthat távol tőlük, nem tarthat távol, megértette. Nem tarthat. És ez így ment hónapokig. Nem akart az anyjával szembeszállni. Egy birodalomnak tudunk parancsolni, de a saját anyánknak, apánknak, gyermekünknek nem, míg be nem telik a pohár. Na, mindjárt. Itt van valahol. Itt van. 1856. május 25. Ma jött Ferenc. Sírtam. Vigasztalt. Hiába. Tudta, hogy reggel felmentem a gyerekekhez. Egy kicsit együtt akartam lenni velük, de nem úgy, hogy sárkányok sorakoznak mögöttem, zsófia, meg a fogmegyei. Mondtam Ferencnek: Ha azt akarjátok, hogy beteg legyek? Hogy elutazzam a világ másik végébe? Azt akarjátok, hogy meghalljak? Akkor Ferenc bement az anyjához, végre a sarkára állt. Eszterházi hercegnő szerint azt mondta, nagyon kérem, anyám, ítélje meg Sziszit elnézően, ha talán túlontúl féltékeny anya. Ha lesz olyan kegyes majd a dolgon nyugodtan elgondolkozni, talán megérti kínos érzésünket, amikor látni kell, hogy gyermekeink teljesen be vannak zárva az ön lakosztályába, míg szegény Sziszinek gyakran elnehezülten, liegve kell felmászni a lépcsőn, és alig-alig találja a gyermekeit egyedül. Este visszahozták a drágáimat. Végre, végre! Győztem! Győztem. Drága kicsi zsúfikám. A fenséges asszony nem akarta, hogy elvigyelek Pestre. Ferenc, ti mehettek, de ne vidd magaddal a gyerekeket. Veszélyes. Vittelek, persze, naná, csak azért is, csak azért is. Ki tudja, ha nem viszlek, ma élsz. Drágám, Veled együtt. Veled én is meghaltam. Egy kicsit. Igen. Akkor az én nagynénikém jogosan gyűlölt, és gyűlöltem én is őt. Elvette a gyerekeket. Uralkodott az életünkön, markában tartotta a császárt. Mindenek felett uralkodott. Ő távolította el a habókos Ferdinándot a trónról. Ő beszélte le a férjét az uralkodásról. Ő koronáztatta meg Ferencet. Ő verette le a magyar forradalmat. Ő végeztette ki a tábornokokat. Ő hagyta jóvá a házasságunkat, és ő tudta meg először, hogy mi történt az első éjszaka. Vagyis, hogy mi nem történt. Igaza volt. Nem volt igaza. Tévedtem, hogy ő tévedett. Ki meg a múltat? Ki látja a valódit, az igazit, az igazat? Ismered, nézed, és nem látod. Isten az égben, milyen könnyen ítélkezünk mások felett, miközben nem tudunk semmit. Vald be, te sem tudtál semmit. Feleség, anyaság, gyermek, Uralkodói kötelességek, monarchia, húsz nemzet és császárnénak lenni felettük. Tudtam, mi az. Nem tudtam, mi az. Nem tudunk mi semmit. Nem ismerünk semmit, semmit és senkit, még magunkat sem. De a véleményünk az, sziklaszilárd. A mi véleményünk az, megcáfolhatatlan. Inkább meghalunk, ide lőjetek. de a véleményünket megváltoztatni soha. Itt van például Ferenc. 1862. augusztus 22. Nem lehet Ferenccel beszélni. Ma megpróbáltam. Eldöntötte, Rudolf katona lesz. És a katona lesz, megfelelő nevelést kell kapnia. A földre vetettem magam, zokogtam, kértem, könyörögtem. Ha akkor mellém áll, ha akkor rögtön mellém áll, nem tette. De tett valami mást. Valami megbocsáthatatlant. Valami leírhatatlant és kimondhatatlant. Megfertőzött. A férje megfertőzött. A császár. Akkor elszakadt az a kevés kötelék is. Az a kevés, ami vele még összekötött. És meghalt a testem vagy hogyan mondjam, egy elhalt az érzés, az érzékiség, a tűz. Mondd csak ki, Sziszi. Van olyan, amit én már nem mondhatok ki? <laughs> Nincs. Mióta Rudolf elment. Tíz éve halott vagyok. Mondd csak ki. Igen. Én lánykorom van, de még ifjú asszonyként is, igen, szerettem a szerelmet. Azt az izzó erotikus szerelmet, a vak vágyakozást, az összefonódott testeket, a lángoló bőrt a másik bőrén. Én meg a testvéreim, lányok és fiúk talán az egy a kivételével mind apánk vérét örököltük, és apánkkal az élet örömeinek élvezetét. Mária a húgom nem a férjétől szül gyermeket. Szofi húgom szerelmes lett egy orvosba szerelmes, de halálosan. Lajos bátyámat a rajta kapta egy kis színésznővel. Hú, de eltángálta. És én sem voltam más anyagból. Addig a napig. Addig a szörnyű óráig, amikor kiderült, hogy mit tett Ferenc. Akkor elutaztam. És már nem az a sziszi jött vissza Bécsbe, aki elment. A szigeten hagytam a régi sziszit, az ifjúságomat, a megalkuvásaimat, a meghunyászkodásaimat. Na tessék, itt van, itt van leírva. Tegnap este bezártam az ajtót, nem engedtem be Ferencet. Kopogott, szólt, kért, azt mondtam, fáradt vagyok. Mondta, csak beszélgetni akar. Mondtam, ahhoz is fáradt vagyok. Mondta, jó, akkor holnap beszéljünk. Délelőtt jött. Úgy történt, ahogy elterveztem. Kijelentettem. Vagy elküldi a fia mellől azt a barom katonát, azt az állati embert, aki tönkreteszi a gyereket a drilljével, és másik nevelőt jelöl ki, vagy elválnak útjaink. Így fogalmazta. Útjaink elválnak. Értse, hogy akarja. Persze mondta, mondta a magáit nevelésről, meg fegyelemről, fiúgyerek így, meg úgy, katonaság így, meg úgy, a trónörökös kötelessége, a feladatra való felkészítés, hadsereg, háború, blablabla, bla, bla, bla. Némán áltam és néztem. Szinte éreztem, ahogy árad belőlem a fagyos elutasítás. Még sosem éreztem mellette ezt, ezt a közönyt. Mintha idegen lett volna. Egy idegen férfi. Tegnap ölelhetett, ma hozzám se nyúlhatott. Nem érdekelt, mit mond. Megismételtem, amit már hallott. Döntsön. Igen, megzsaroltam. Lehet ezt? Megzsarulni a császárt? Persze, ha egy nő meg tud zsarolni egy férfit, akkor a férfi szereti azt a nőt. Vagy valami nagy bűnt követett el ellene. Vagy csak fél, hogy elveszik tőle azt a kis jót, azt a kevés kis jót, azt a kis semmit, ami néha neki a minden. Igen. Kihűltem. Ha égtem is valaha. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél, csöndes szívem többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély. Milyen jó költő volt ez is, ez a Vajda. Persze a magyarok mind költők, érni sem tudnak talán, de költők. Miért? Talán mert nem a földön élnek, de akkor hol? A képzeletükben? Örökké a képzeletükben. Ezért szerettem beléjük. Képesek meghalni néhány szóért, egy jelmondatért, talpra magyar, egy gondolatért, álmukért, ó ti bolondok. Igen, szerettem Ferencet, persze nem úgy, mint Rihártot. Nem lángoltam. Édes riárd, az első szerelem, igen, az mindig a legszebb. A tiszta, ártatlan érzés, ami nem múlik el, mert nem teljesedett be, mert nem engedték, hogy beteljesedjen. Elvetve már a kocka, rihádnak vége van. A lélek harang kongja, hú, irgalmaz, uram. A kis ablaknál ott áll a szőkefűrtű lány. A szellemeknek is fáj, szívének kényat áll. Meghalt. Jött Ferenc. Biztosan szerettem őt, ha nem is úgy, mint ő engem. Hogyan lesz a szeretetből nem szeretet? A rettentően nagy szerelemből rettentően nagy nem szerelem. A házasság visszataszító intézmény. Az embert eladják 15 éves korában, megesküszik valakivel, akivel egy közös gondolata sincs, aztán 30 évig vagy még tovább bánja, amit tett de többé már nem úthatja fel. Nincs igazad, Cici, mert vannak boldog házasságok is. Mondj egyet, százezer van, de te mindig magadból indulsz ki. Mint mindenki, tévedsz. A gondolkodó ember a többiek cselekedeteit is vizsgálja, elemzi. Összegez, és a kérdésekre úgy válaszol. A tömegember önmagát tartja origónak. Jaj, de okos a Sokba került ez nekem, Sisi. Wiener Zeitung, Wiener Zeitung, Erzsébet megőrült. <laughs> Ó, hiszen erről is írtam valamit. Ez az. Az életben nem lehet tudni, hogy mi a józan ész és mi az őrület. Ferenc sose vallaná be, hogy hibázott, mikor engem választott. Egy Habsburg, egy osztrák császár tévedhetetlen. Ővé az utolsó szó, és neki mindig igaza van. Csak így működik a birodalom. Nem üdvözlünk valakit rangja szerint? Forradalom! Nem tartjuk be a spanyol etikettet? Összeomlás! Igen, emlékszem, a fűző, a fűző, a kötelező fűző, amit anyám rámerőltetett. És én ott állok 17 évesen a szoros, folytogató abroncsban órákon át. Anya, ne, ne, megfulladok, nem mozogj, megfulladok, nem fulladsz meg. Minek ez a fűző? Így leszel csinos. Nem vagyok csinos. Még csinosabb leszel. Ferencnek fűző nélkül is tetszem. Így még jobban tetszel majd. De tönkre teszi a derekamat. Nem teszi. De teszi. Mindenki ezt hordja. Possenhofenben? nem. Bécsben. Szarok Bécsre. Sziszé! Szarok Bécsre. Szarok Bécsre. Alkalmazkodj, mosolyogj. Légy illedelmes, hogy tetszél nekik, hogy elfogadjanak, hogy befogadjanak. Tagad meg magad. Ne légy az, aki vagy. Az legyél, akit ők akarnak. A császári fenség várja a fenségedet. A fenségek várják fenségedet, a nagy fenség meg a kis fenségek várják hatalmas fenségedet, a feneségek várják feneségedet, a nagy fenekek várják a kis... azt! Nem beszélhetek így? Fenék, 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 segg! Na és akkor most mi van? Leszakad az ég? Ne gondolkozz másképpen, mint ők. Az ő szokásaik, az ő eszményeik. Hallgassd bárgyú beszédjüket, butaságaikat, gyilkos előítéleteiket. Más gondolsz? Másképpen gondolkodsz? Véged! Kinevetnek, kirekesztenek. Menekülj, menekülj, menekülj betegségbe, a tengerre, egy szigetre, csak minél messzebb, messzebb. Menekülj viharba! Érezd a természet erejét. A vihar nem hazudik. A vihar nem akar megváltoztatni. A vihar jön. Megöl vagy életben hagy, de nem alkudozik, és nem kényszerít rá, hogy más legyél. Kötözzetek az árbóchoz. Fúj szél, szakadj meg, fúj, dühöng. Vihar, felhő, omoljatok le, míg a tornyot s a szélvitorlát elsüllyesztitek. Vagy ha már az se segít, jöhet az ital, a kéj gyönyöre, a morfium. Menekülsz! Mert ki vagy, ha nem az vagy, aki vagy? Ki leszel, ha nem az, aki lehetnél? Ez az egyetlen életed, nincs több, nincs több. Vagy nem akarsz menekülni? Akkor kard ki kard. Te is harcoltál, Sisi. Igen, évekig. A vízöbítéses toalettért a burgban. És győztél? Ja, ma már le lehet húzni. <laughs> De, ó, Istenem, milyen csodálatos találmány! Az ember csak meghúz egy kart, és zutty! Az emberiség jótevője volt, aki kitalálta. <laughs> ugye, ugye? Egy asszony is tud harcolni. És micsoda fegyverekkel? Talán puskával, karddal, ágyúval? Nem betegséggel, veszekedéssel, némasággal, fejfájással, bezárt ajtóval, elutazással. Harcoltam a gyerekekért. Harcoltam magamért. A szabadságomért. Előre ország népe, harcra a diadal vár, hív hazád. Ellenünk tört a kényuralma, Vírben áztatja a zászlaját, Vírben áztatja a rúd zászlaját, játok már, küldi a zsarnok. Mi? A zsarnok? ki a zsarnok? Én vagyok a zsarnok. Még én vagyok a császárné, nem? Le a zsarnoksággal, veszen a triannus, levele! szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Mondjuk a szerelmet most már mellőzhetjük. Jaj, Petóalfi, Petóalfi, de jó poéta voltál. Te is utáltad a Habsburgokat, ugye? Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Hát nem ott haltál meg, barátom. Bécsben örömünnep volt, mikor megtudták, hogy eltűntél. Gyűlölték a magyarokat, főleg a főherceg asszony. maga néni kém, maga. Rebellis nagypofájú népség, fékezhetetlenek. Ferenc, ne feledd, nem az olaszok, nem a csehek, nem a szlávok a mi ellenségeink. A magyarok az igazi veszély. Kés a szemükben, kés a szavaikban, kés a kezükben. Költők és lázadók, igen, és én, sziszi. Ezért kedvelem őket. Csak azért is. Csak azért is. Ferencet gyűlölték. Testen is meg szerte az országban hosszú éveken át. Gyilkos, gyilkos! Ezt mondták. A mártírok vére száradt kezeden. Nem. Nem mentem fel a császárt. Kivégeztetett, agyon lövetett, felakasztatott. De akkor tizennyolc éves volt alig egy éve, hogy megkoronázták. Az ő tette volt? Ő tette? Nem. Az anyja meg a miniszterek. Aláírta a halálos ítéleteket? Igen. Az anya eléje rakta, a jó fiú aláírta. Te tudod, anyám. Te tudod, anyám. Te tudod. Ó, ember, félj a szeretteitől, amikor jót akarnak neked. Óvakodj, mert amit megteszel, azt meg nem történté tenni lehetetlen. Kezedbe adják a tört, fogják a kezedet. Veled végeztetik el a piszkos munkát, ám a foguk sem fáj helyetted. Neked fáj, ami fáj. Téged utálnak a tetteikért, a tetteidért. Hú, hogy emlékszem, de le is írtam. Itt van, itt van. Ma az ünnepségen gróf Battyányi elemér odament Ferenchez. Azt hittem köszönni, köszönni, békülni, de nem. Csak azért lépett oda, hogy tüntetően ne köszönjön. Vajon sohasem bocsátja meg, hogy kivégeztük az apját? A gróf megállt. Ferenc kisé lehajtott fejjel maga elé nézett. Herceg Eszterházit hallgatta. Batyányi feltűnően rámerett, aztán sarkon fordult és távozott. Este megkérdeztem Ferencet. Láttad? Mire ő? Persze, hogy láttam. De megpróbálom megérteni. Ez szíven ütött. Hát nem minden embernek ugyanezt kellene mondania, ha nehéz megérteni, elviselni valakit, aki más, mint mi. Másképpen gondolkodik, másképpen él, másképpen érez, más Istenben hisz, vagy éppen gyűlöl minket. Nem ezt kellene mondani, mielőtt támadunk büntetünk, elutasítunk, megpróbálom megérteni. Tehetünk többet, megpróbálni megérteni és ha lehet, megbocsátani, vagy bocsánatot kérni. Nem ez az emberiség legszebb jelmondata, mesterem, helyni helyne. Megpróbálom megérteni. Nem ez az, ami az örök békéhez elvezethet. Ahogy Ferenc kimondta, forró hullám futott át rajtam. Ha megérzem benne az embert, a szenvedő embert, fellobban bennem a láng egy pillanatra, mint régen. Este nyitva hagytam az ajtót. Ennyit megértemelt. Mi? Te jó ég! Miket irkáltál, Sziszi, drágám? Este nyitva hagytam az ajtót. Ha ezt egyszer elolvassák, mit gondolnak? Azt hiszik majd, úgy játszottál a császárral, mint mocska az egérrel. Kinyitom a kamrát, becsukom a kamrát. Ó, kisasszonyi praktikák, de ismerem. No, de... De mi történt volna, csak játszunk el a gondolattal. Mi történt volna, ha Ferenc nyilvánosan bocsánatot kér a magyar nemzettől? Bocsánatot kér Aradért. Ha bocsánatot kér azért, amiért nem is ő a felelős egészen. Mélységes tisztelettel kérem a magyar nemzet bocsánatát mindazon múltbeli tettekért, amelyekkel bánatot és keserűséget okoztunk. Most, a megbékélés órájában fogadják el őszinte megbánásomat a történtek miatt. Mindent megteszek, hogy jóvá tegyem a védkeket, amelyeket elkövettem, elkövettünk, és mindent megteszek, hogy felszárítsam az özvegyek és az árvák könnyeit. Etc., 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 a kicsit hamis, de több, mint a semmi. Persze ezt egy császár nem teheti meg. A birodalom első embere nem kérhet bocsánatot de valóban nem. Hm. Eltörött a hegedő, nem akar szólani. Rózsi, Rózsi, mi bajod, miért nem akar szólni? A hegedőm megyek gödöllőre, megint oda rendelem a cikányokat. Oda rendelem az ablakom alá. Ha hallgatom őket a zenék feltölt erővel, tűzzel, igaz fájdalommal is. De a fájdalomtól legalább érzem, hogy élek. Eltörött a hegedű, nem akar szólalni. Rózsi, rózsi, mi bajod, miért nem akar szólni? Szólaltam, szólalok, nem titok, mindenki tudta, az udvar is. Szervezkedtem, áskálódtam addig, addig, amíg Battyányi elemér végül kibékült Ferenccel. Addig beszéltem a fejével, addig rágtam a fülét, addig voltam hol engedékeny, hol megtakadó. Persze ez később történt, jóval később. A magyarokkal megbékült, kibékültünk, megegyezett, kiegyeztünk, és nem igaz. Nem csak azért kedveltem a magyarokat, mert a főhercegasszony meg az udvar utálta őket. Lázadók, hevesek, forrófejűek, meggondolatlanok, veszélyesek. Ezt mondták, és ez mind igaz. És amit talán szintén igaz, nincs annyi eszük, mint a németeknek de van szívük, nénikém. Nekik van szívük. Van szívük. Van szívük. Itt van. Leírtam. 1866. január 8. Ba bemutatták nekem a szép akasztottat, a grófot. Sokat hallottam róla. Igen. Így képzeltem, ilyennek képzeltem. Ő az, akiben megtestesül minden, ami magyar és nemes. A fesztelenség, a vonzó báj, a férfias erő, a lovagias türelem, fegyelem és figyelem, miközben a szemében ott a dac meg a túlzott gyermeki érzékenység is. Mert minden férfi gyerek maradt kicsit. A mama kisfia. fia. Hm. Hányszor összeboronáltak a gróffal? Ó, az aljasak! Saját magukból indultak ki. Még hogy beszökött hozzám is, ölelkeztünk. Igen, beszökött. De nem az ajtón. És igen, ölelkeztünk. De csak lélekben. Készcsúk. Ez volt a legtöbb, amit kaphattam tőle, és kapott tőlem ő. Szerencsétlen plegykafészkek. Mit tudjátok ti, hogy a testi vágyakozásnál van egy szenvedélyese pusztítóbb érzelem is? A test kielégül, is öt perc múlva horkol a két szerető. De ha a lélek a szenvedély rabja, az sohasem elégülhet ki teljesen. A lélek a sóvárgás csillapíthatatlan lázában remeg örökké. Elcsuklik a lelkem sírva. Ma éjjel együtt volt szegény a tiéddel. S szorított hittel, s mámorosan, s viszonoztad öleltél jó szorosan. titkos szerelmeim, lelkem társai, te magyar gróf, te angol lovász, s mindenek felett te, Heinrich Heine. Istenem, Vilmos, hogy utálta? Egy zsidó? Igen, egy zsidó. Mi van benne, Elizabeth, kérhem, ami ennyi, ha vonza magát? Vasziszt! Mi van benne, ami Schillerben, Götében nincs? Ó, hogy gyűlölt Vilmos engem is, meg a poroszok, mikor szobrot csináltattam nekik. Elizabeth, Németországban soha érti, soha nem állíthatja fel hein... Heine szobrát. Ti már réges régen nem lesztek, mondtam nekik, de még az emléketek sem fog élni, mikor az ő versei ott lesznek minden tankönyvben, Budapesttől New Yorkig. Aztán jött Falk Miksa. utálták őt is. Nyitott kocsit küldtek a zsidóért, ha az eső esett. Magyar nyelvre, magyar érzése, magyar gondolkodásra tanított. És a fiamnak hány zsidó barátja volt? Újságíró, tudós, bankár. Ha, mennyit morgolódott Ferenc. No, de valóban, fenséges asszony, mi van bennük? Mi van a zsidókban? Mit tudnak, amit mások nem? A könyv népe, az a titkuk? Az állandó tanulás, az örök kételkedés, okoskodás. Á, nem, az nem a zsidó kiváltsága. Tanulnak, tudnak, kételkednek más népek is, franciák, németek. Akkor talán a kiközösítés a hajtóerő. Az évszázados jogtalanság, ami miatt megszokták, hogy mindent kívülről, a határvonalról nézzenek és ítéljenek, a függetlenség. De hiszen más csoportokat is kizártak a közös nagyakorból. Protestánsokat, szegényeket, cigányokat, mi is, még a magyarokat is százszor. Vagy a folytonos üldözés. Igaz, az ember többnyire gyorsabban fut, ha egy veszett kutya kergeti, mint ha a saját akaratából szalad. Na de hány népet üldöztek, s melyiket nem? Vagy a szenvedés, a titok, a kín, a fájdalom? A kagylóba kerül egy homokszem, egy apró féreg, és a kis tengeri élőlény a kagyló védekezni kezd. Beborítja a fájdalmát a könnyeivel. Vékony gyöngyház rétegekkel, újabb és újabb áttetsző csillogó hártyával, még nem néhány év múlva kész az igaz gyöngy. Ma ezt le kell írnom. A kagylóban a porszem, a szenvedés, a kagyló könnye, a gyöngy, de hát más is szenved. Másnak is fáj az élet, más is gyöngyöt izzad a fájdalmával, nem csak a zsidó. És persze közülük sem mind, köztük is van férges. Hány kagylót találtam már a parton szétrohadva? Szenvedés, kín, fájdalom. Ami felemel, az el is sűlyezthet, ami megerősíthet, az el is gyöngíthet. Ami életben tarthat, a szerelem, gyerek, szenvedély, az el is pusztíthat. Vagy együtt a három-négy faktum teszi a zsidót a könyv, a kitaszítottság és a gyötrelem? A tudás, az üldöztetés, a szenvedés? Igen, ez húzott hozzájuk engem. És a Rudolfot is. Mások vagyunk. Kirekeztenek, kívül állunk, harcolunk a túlélésért. Nem fogadtok el? Akkor mi sem fogadunk el benneteket. Nem a ti utatokon járunk, ha ott nem járhatunk. Új utakat keresünk. Jövőbe vezető utakat, és messzebb jutunk, mint ti, mert minket nem köt gúzsba a jelen. A környezet, az udvar, a megkövesedett szokások, eszmék, álmok. Emlékszel, mesterem, ezt is leírtam valahol. Itt van. Este, mikor ágyamban feküdtem, és a holdfény átsütött az ablakon, világosan láttam magam előtt helyne arcát. Hirtelen az a különös, kicsit kellemetlen érzésem támad, hogy a költő lelke ki akarja szagítani a testemből a lelkemet. A küzdelem csupán néhány másodpercig tartott, de Jehova nem engedte meg a lelkemnek, hogy elhagyja a testemet. A jelenés eltűnt, és annak ellenére, hogy csalódottságot éreztem amiatt, hogy tovább kell élnem, megerősítette azt a szilárd meggyőződésemet, hogy helynen lelke és az enyém az örökkévaló jóváhagyásával egyesülnek. Miért éppen te? Miért éppen te voltál számomra minden, az Isten, Henrik? Nem én voltam, Elizabeth. Nem én. Csak a verseim. A verseid te vagy. Én. Én az emberi roncs. A matrac sírban fekvő tehetetlen. A betegségtől megnyomorított, ágyhoz kötött béna ember. Tud meg, Sisi, a költő nem a verse. A vers a múlt és a jövő üzenete, amelyet az olvasónak küldenek, mint egy angyali üzenetet. Küldik ezen a gyarló, halandó testen keresztül az embereknek. Igaz? Valóban nem a tested volt a szerelmem? Hát az nem igen lehetett, babám. Amíg éltem, addig se nagyon. Most meg már. A lelked? A lelked van együtt az enyémmel. Jaj, kedves hölgy! Még kár, hogy a lelkek nem tudnak egyesülni. De tudnak, tudnak, szegény férfiak, nem tudjátok, mi az igazi öröm. Vagy talán csak azért mondom ezt, talán csak azért, mert az érzéki szerelemtől már messze járok. Messze a vad őrült érzelmektől, amelyek elszakítanak a családtól, a gyermektől, elszakítanak önmagamtól, önmagam méltóságától a húgomat. Szofit sem értettem. Egy bajúr hercegnő, beleszeretni egy orvosba, megszökni, elhagyni a férjet, a családot, vállalni a teljes kirekesztést, a megaláztatást, a tébúj, tébúj. Meg is mondtam neki, ezt nem teheted, Szofi. Felejtsd el, felejtsd el azt a doktort, felejtsd el! Nem bírta, nem tudta, intézetbe kellett zárni, míg észhez nem tért. Az ember ember, nem? Uralkodik az érzelmein, azért ember és nem állat. A folyót is partok közé kell szorítani, kis hugom. Különben rombol, pusztít, gáttalanul. Vaj, vagy talán lehet, lehet, hogy a testi szerelem a természet és a mindenható legnagyobb ajándéka. Gyógyír, amelyel elviselhetővé teszi a létezés alig elviselhető szenvedéseit. rémisztő kérdés, kimondani is írtóztató. Lehet, hogy neked volt igazad, drága húgocskám. Neked, aki elégtél a tűzben. Lehet, hogy neked volt igazad. A szerelem lángja talán életben tartott volna. A tűz megégetett. Vajon élhettél volna? Vajon boldog lehettél volna a doktoroddal, és nem olyan szomorú, mint ami ennek a gyógyulásod után láttalak? Keserű mosoly a szád szögletében. Én ítéltelek el téged, mikor kitörtél a házasságod börtönéből. Én, aki elmenekültem a Bécsi udvar börtönéből, Elmenekültem a férjemtől, mert nem bírtam a kötöttségeket, a rácsokat, és küzdöttem a szabad személyiség meg a lélek jogáért. Én ítéltelek el téged? Ó, de igaz. Ne ítélj, hogy ne ítéltes. Milyen jogon ítélhetek el egy asszonyt, aki boldog ölelésbe menekül az örömtelen ölelésekből? Szofi, bocsáss meg, ha tudsz, Szofi, bocsáss meg! Mennyi bűnöm van, amit be kellene vallani, és mennyi megbocsátást kell kérnem, amit már nem kapok meg soha. Az idő múlásának egyetlen nagy erénye van. Lassan kialszik az láng. Parázslik fel, fellobban, de már nem éget, mint az ifjúság éveiben. Ész és szív gyakrabban kiegyezik az értelem győzedelmeskedik a fékezhetetlen érzelmek felett. Lehet, hogy nekünk nem bucsátanak meg, de mi megbucsátunk. Nem felejtünk, de megbucsátunk. Amint megbucsátottam Ferencnek én. Beláttam, hogy a hatalmas súlya vállán, a kötelességei, a felelőssége és az évtizedeken áttartó imája a kiengesztelés kegyelmért könyörületet és megértést érdemel. Igen. Én szereztem barátnőt neki. Nem érdekelt az udvar megrökönyödése, sem a felhőrrenések, sem a plegykák. Lelkének, testének én kerestem társat. Srat Katalint. Miután igazi társa, már régen nem akartam lenni. Az már soha. És semmiképpen nem lehettem. Nem tudom. Nem tudom a többi asszony, mit érez ilyen hosszú házasság után. Én Ferenc iránt immáron 35 éves szikrányi testi vonzalmat sem érzek. Sőt, de tudtam, mire és kire van szüksége. Láttam a pillantását, ahogy a cár fogadásán a színésznőre nézett. Láttam is jóvá hagytam. Szeretőt szerzett a férjének. Ondorító, felháborító. Igen, szereztem neki egy asszonyt, egy fiatalabbat azt, akint megkedvelt, és aki engem helyettesíthet minden téren. A legjobbat szereztem meg neki ebből a műfajból. Egy színésznőt, egy tehetséges, érzékeny, teherbíró asszonyt, aki elég okos, hogy tisztában legyen vele, mi jár a császárnak, de elég buta, hogy egy pillanatig se legyen a versenytársam. Olyan asszonyt választottam, aki pontosan tudja, mi az, ami egy férfinak a legfontosabb. Jól főz! no meg a szerelem terén is jártos. Most akarja a fenség, vagy ráír a tea után. <laughs> jaj, jaj, jaj. Nem, 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 nem. Katalin nem olyan közönséges, mint a képzeletem. Vagy igen? Nos, erről nincs fogalmam. De nem is érdekel. Megvédtem a kapcsolatukat a szóbeszéd mérgétől. Katalin az én barátnőm. Én hívtam meg, ha azt akartam, hogy Ferenccel találkozzanak. Én nyugtattam meg a fiát, ha névtele levélbe mocskolták az anyját. Én hallgattattam el a gyerekei morgását, ha nem tetszett nekik ez a liázon. Ferenc megérdemli ezt a kis örömet. Én pedig megérdemeltem, hogyha messzi tájakra utazom, na azon járjon az eszem, hogy a férjem egy birodalom uralkodója, magányos és szomorú, mert nincs a közelében Istentől rendelt társa, én. Igen, mindezt azért is tettem, hogy én is nyugodt legyek, a ha hajóra szállok. Önzés volt? Igen, az is. Hoppá, a hajó. Öltözni kell, hívom idát. De nem, még nem hívom. Még van idő. Miért szereted a magányt ennyire, Sisi? Nagy családban nőttél fel, folyton voltak körülötted. Testvérek, rokonok, szolgák, cselédek, hogyan jutunk odáig, hogy már nem akarunk embereket látni? Sétálok korfún, gödöllőn, és a rémülten menekülök a felbukkan valaki. Gyűlölöm, ha bámulnak, megfolyt a tömeg. Hagyjon-e mindenféle nép, ej békén és nyugton engem, hisz nyilván nem ők, én is épp, csak embernek születtem. Mindjárt epeümlést kapok, ha megbámulnak többen. Csiga házba bújnék legott, még dühömben. Na, milyen jó verseket írtam! Mesterem, kedves Henrik, ott fent, ugye jók? Vagy nem? Megtudhatjuk valaha biztosan, hogy rosszul vagy jól csináltuk, amit csináltunk, vagy soha, de soha. Ah, ha ez a napló a kezükbe kerül, el kellene égetni, mielőtt késő lesz. Na, tessék ez is! Félek az emberektől, nem tudom, melyik akarja a ruhám szegélyét megcsókolni, és melyik akar megölni. Talán ugyanaz az ember tenni ezt is, meg azt is. De kérdem én, miért szeressen bennünket a nép? A szegény alacsony sorú nép miért szeressen bennünket, akik dúskálunk és fényűzően élünk, míg mások nehéz munkával a mindennapi betevő falatot is alig tudják megkeresni. Gyermekeink sejemben, bársonyban, az övék gyakran rongyokban. Kétségtelen, mindenki nem lehet segíteni. Tegyenek bármilyen sokat is a nyomor enyhítésére. Mennyit jótékonykodott Ilona és Szofi? Hiába! A szakadék mégis megmaradt közöttünk, és kegyes mosolyunk vagy királyn koronánk csillogása nem hidalhatja át ezt a szakadékot. Rettegek, ha megpillantom a népet, az embereket. Külön-külön szeretnék segíteni nekik, sőt, gyakran szívesen cserélnék még a legszegényebb asszonynal is, de a néptől, mint tömegtől félek. Miért? Nem tudom. Na, és a mi pereputjunk? Azok túl is félek, és megvetem az egész körülöttünk lévő fille franccal együtt. Bécsi udvar, monarchia! Hallod a halál madarát? Oh. Néha nevetségesen viselkedsz, Szizi. Vagy tényleg nem vagyok egészen komplett. Wiener Zeitung, a császárné megőrült! Néha a saját testvéreim is ezt gondolták. Talán forradalmat akar, Sisi, köztársaságot. Elkívánod Mária egy sorsát? Néha azt álmodom, hogy felcipelnek a vérpadra. A ruhám csupa sár. Ismerős fejek a kosárban, a tőkérelöknek a hóhír emeli a bárgyát, és uha, még az a szerencse, hogy lefejezés előtt mindig felébredek. Azt hiszem, mindenki álmodik félét, akinek hatalma van az emberek felett. Miniszterelnökök, miniszterek, a cár is, Vilmos is, biztosan. Ferenc? Talán. Kicsi bolond fia, te megálmodtad a jövőnket. Azt hitted, nem olvasom, amit az újságban álnéven írkálsz. És milyen jól megálmodtad. Európa egy és oszthatatlan. Németek, szlávok, magyarok, lengyelek, franciák, országok és nemzetek együtt, egy vezetés alatt. Összhang, harmónia. Ez lehet. Ez lehet. Nem lehet. Jaj, kedvesem, ez volt az álmod, a közös Európa? Nézd rám, én vagyok Európa. Nyugtalan, elégedetlen, rettegő asszony. Ez Európa. Magammal nem élek békében. Magam elől menekülök. Menekültem. Miért nem álltam el? Miért nem láttam, hogy mindenben rám hasonlítasz, hogy rám akarsz hasonlítani? Meneküldi akartál, ahogy én, szabad akartál lenni, és nem segítettelek. Te, aki ugyanúgy tudtad, hogy a birodalomnak az abszolutizmusnak vége, 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 haláltusáját vívja a monarchia, a csökött múlt, a jeges rend, te, aki ugyanúgy élvezted a szépséget, a dalt, a szabad gondolatot, Miért? Miért nem öleltelek magamhoz? Miért hagytam ott a kicsi fiút, privékek prédájára? Miért hagytam, hogy Ferenc söpörjön téged a történelem útjából, téged, aki nála sokkal, de sokkal jobban tudtad, mi következik? Miért hagytam, hogy egy bamba tehén, egy stupid nőszemély legyen a feleséged? Talán nem láttam, hogy merre visz az utad. Nem láttam. De láttam sejtette. És ha láttam, miért nem cselekedtem? Kitibáztassunk, ha látjuk a jeleket, a vészjeleket, és mégsem teszünk semmit, mindig másokat. Az utolsó karácsony, talán ott dölt el minden. Azon a bizonyos utolsó karácsonyon, hol van, megérdemlem. Ez az, ez az. Miután mindenki mindenkit megajándékozott szűk családi körben, megnéztem Rudolf ajándékát. Tíz eredeti helyne levelet kaptam tőle. Párizsból hozatta. Nagyon kedves gesztus volt. Úgy éreztem, itt az ideje a karácsony, az alkalom, hogy komolyan beszéljek vele a húga jövőjéről. Végül is ő a trón örökös, és biztonságban kell tudnom a lányomat, ez talán egy anyától érthető, nem? Kézen fogtam Mária Valériát, oda vezettem hozzá, és azt mondtam. Rudolf, a húgod menyasszony, tudod, most kezdi el saját önálló asszony életét. Kérlek, édes fiam, ígérd meg, hogy mindig szeretettel fogsz törődni a húgoddal. Akkor is, amikor apáddal mi már nem leszünk. Ígérd meg, kérlek, ígérd meg. És akkor Rudolf a nyakamba borult, pedig tudja, mennyire nem bírom elviselni, ha megérintenek. És erre ő a nyakamba borul, és hosszú csír... Mi? -ja csillapíthatatlan zokogásba tör ki. Végem van, mondja. Végem. Nem értettem, mire gondol. De olyan keserű, ijesztő, sőt rémisztő, hogy sírni kezdtem én is. Erre aztán Ferenc meg Valéria is. Mikor a többiek bejöhettek, biztosan látták rajtunk a könnyek nyomait. Lehet az... Lehet, hogy egy anya... Egy anya nem érzi meg, mekkora bajban van a gyereke. Lehet. Nem vagyunk vakok. Látjuk, mi készülődik a világban, a családban, bennünk, de nem akarjuk látni. Micsoda? Ne butáskodj, szó sincs róla, te félreérted. Á, á, dehogy, dehogy. Persze, hogy láttam, mire készül. De nem akartam látni, nem akartam észrevenni. venni gonosz anya. Légy átkozott. Szörnyetek, szörnyetek. Láttam. Átunk a szoboravatáson. Nyugtalan égő pillantás, sötét karikák a szeme alatt, sápadt beteg vagy, fiam? Nem, anyám, csak fáradt és ideges. Az más, csak fáradt, ideges, majd kipiheni magát, meglátogatja a lányokat, iszik néhány pohárral, hiszen csak fáradt, ideges. Már meg is nyugodtam, már meg is akartam nyugodni, hívhatta volna, hogy beszélgessünk. Gyere, fiam! Annyi mindent szeretnék veled megosztani, amit sose tudtam senkivel. Neked elmondhatom. Mindenben rám hasonlítasz. Soha sem csaltam meg a császárt. Mindig nagyon egyedül voltam. Gyakran meg akartam halni, és most te mondd. mi bánt? Látom, gyötör valami. Apád, a feleséged, a monarchia sorsa. A sorsunk... Áltunk az idióta ünnepségen egymás mellett, anya és fia, két kőszobor, mint a minket avatnának. Gyújj ki, égi szikra lángja, Szent Höröm, te drága szép, bűvkörödbe ég leánya, itt a szívünk vágyva lép, újra vonjuk szent és edmid. Nem tagadom. Néha féltem tőled. Úgy éreztem, te is közé tartozol. Nem tudtam. Nem éreztem, hogy minden mozdulatoddal, gondolatoddal, tetteddel hozzám kívánsz közeledni. Néha éppen azt szítjuk el magunktól, aki semmi más nem akar csak megölelni bennünket. Vajon még az abból, amit látunk, amit tudunk, hiszünk. Mindent eltorzít a világ körülöttünk, hamisságot csinál az igazból. És mindent eltorzítunk mi magunk is tudatlanságból, elfogultságból. Torz tükörben még torzabb a torz arc. Arcunk már nem a mi arcunk. Maszkot a maszkra! Azt mondják, egy koponyát tartott az íróasztalán, és egy revolver is volt mellette. És sose láttam az íróasztalát. Miért tette? És úgy, úgy kellett, olyan szörnyű módon, Megölni egy lányt, mielőtt magát. Egy trón örökös, a holnap császára. Igen. Össze lehet rakni a történetet. A világon minden történetet össze lehet rakni. A van bátorságunk. De vajon valóban így történt? Bemegy az apjához a dísz ruhájában, és bejelenti, hogy apám, válni akarok. El akar válni. Egy Habsburg. Hogy képzeli? Miért vette el azt a tramplit? Tudtam, tudtam, hogy ez lesz, szó sem lehet róla. Elválni, úgy könnyű volna. De mennyire könnyű és boldog, ó, boldog élet. Elválni, én talán elválhattam. Elment az apjához. Papa, el akarok válni, mire Ferenc mit mondott. Soha! A mi családunkban egy katolikus uralkodó, egy trón örökös? Soha! Nem vagy méltó rá, hogy az utódom légy! És Rudolf remegve jött ki a szobából a kovornyik szerint. Mindent elmondtak, mindent hallottam. Aki a fényben él, annak nem lehetnek titkai. Az előtt nem lehetnek titkok. Stefánia Ferencnek szólt, nem nekem. Szólt, hogy aggódik a férjéért, aggódik, hogy Rudolf öngyilkos lesz. Mit mondott a császár? Nyugodjon meg, kedvesem, az én fiam nem lesz öngyilkos. Egy Habsburg nem lesz öngyilkos. Én mit mondhattam volna? Nő, alkohol egy kis morfium, igen, menekülés, kábítás, de hogy öngyilkos legyen. Itt mindenki menekül, aki nem bírja felvenni a harcot, vagy százszor elbukott, mint gyerek, mint anya, férj, feleség. Menekülnek milliók, milliók. Én nem. Haza anyámhoz, testvéremhez. Menekültem Pestre, Gödöllőre, Korfura, ki a tengerre, a viharba, a szigetekre, a versekbe, ki az erős, aki nem menekül, aki állja a harcot. Menekülünk, de nem a halálba. Nem. Jaj, Sisi, megint hazudsz. Egy költő nem hazudhat. Te is be akartad fejezni az életed, de hányszor? Abban az utolsó előtti évben is. 88-ban. Igen, igen, itt van a naplóban. Alig egy-két hónappal azelőtt, hogy ő megtette. Itt van. Elég volt. Elég volt, már réges égen abba akartam hagyni az egészet. Ha jött a vihar, én voltam egyedül a fedélzeten, én egyedül, és mindig arra vágytam, hogy a hullámok elnyeljenek. Gyerünk, ugorj! Kiáltottam, ugorj! Egy perc, és mindent befejezhet. Nem tettem. Gyáva voltam. Talán helyettem halt meg. Létezik? Létezik, hogy egy anya akar véget vetni az életének, és a fiú megteszi. Igen, Mond ki az igazat, Cici. Mindannyian sejtettük, mi következik, mindig tudtuk, mindig tudjuk, mi következik, de nem akarjuk tudni. A kis kígyó Mari naplójában volt, hogy tessék, itt van valahol. Ide másoltam, ez az gyilkos tőr az anyai szívbe. Anya, most anya vagy. Hmm, laris már is, a kis bizalmas. A trónörököst ma megint elkeseredett állapotban találtam. Tudod, milyen rosszul élek Stefániával, tudod, milyen kellemetlen az apám, és neked, éppen neked nem kell mondanom, mennyire nem szeret az anyám. Ezt mondta. Hát ez nem igaz. Nem igaz. Mennyire nem szeret az anyám. Hogy mondhatod ilyet? Nem ott voltam mellette, amikor... Amikor az a barom katona tönkretette a talán nem küldettem el, nem szabadítottam meg, és aztán Mari szerint mondta tovább, elegem van ebből az életből. Elegem. Te a kulisszák mögé láttál. Tudod, milyen szánalmas bábok vagyunk. Maskarádéra kényszerülünk, hogy a népet szórakoztassuk. Úgy táncolunk, hogy mások fütyülnek. Jaj nekünk, ha természetesen viselkedünk. Minek is születtem a világra. Mi egyéb vagyok, mint egy szerencsétlen élőlény, aki elődei bűneiért Káin bélyegét hordozza a homlokán. Mintha ha magamat hallanám. Festetics Marinak is szólt. Neki szólt, nekem nem. Igaz, én nem voltam a közelében sohasem ott vagyunk, ahol éppen lenni kellene. Rudolf meggyújtotta az összes csillárt. Minden szikrázott ragyogott, mire a grófnő, ez sok fenség fáj a szemnek, mire ő. Hagyja meg nekem ezt az örömöt, grófnő. Ha a sírban fekszem, úgyis sötét lesz. hagyja meg nekem ezt az öremet. Ha a sírban fekszem, úgyis is sötét lesz. Úgy is sötét lesz. Sötét lesz. Engem senki se vádoljon. Nincs joguk. Én hibáztathatom magamat, de mások, mások nem vádolhatnak, hogy én tehetek a haláláról. Az én fiam volt, Azért, mert én szültem. Kibújik a virág a magból. Nap, szél, eső éget irázza cibája azzá, ami lesz. Az én fiam volt. Én gondozhattam. Én nevelhettem. Nem ők formálták, nem ők csinálták belőle azt, aki lett. Nevelők, tanítók, katonák, jobbrát, barrát, szorolj fel, rohamra, szúrd le, öld meg. Mit mondhatnék? Nem félek a haláltól. Az életben nem a halál a legrosszabb. Imádkozzunk, Sisi. Köszönöm neked, uram, hogy vigyázol a kislányomra és az unokáimra. Köszönöm, hogy figyelmedet nem fordítod el a férjemről, aki étnappal lát éve a birodalom népeiért fárad. És köszönöm, hogy végezetül többnyire, de legalábbis gyakran azt csinálhattam, amit szerettem, hogy néha sziszi lehettem. Köszönöm neked, hogy... hogy... Köszönöm. De most már engedj. Engedj elmenni. Elég volt. Indulni kell. Ne gyerünk, Sziszi. Emeld a csontos fenekedet. Ó, Istenem, mindenem fáj. De most jó lesz. Jó lesz a tavane. A levegő, a víz, az az én birodalmam. Ha újjá születek, sirály leszek. Sirályukkal versenyt repülni viharban. Vár a végtelen. Na, gyerünk, indulj, Sisi. A hajó nem vár.